2007 és 2011 után harmadszor rendezik meg Nyíregyházán a juniorok országos döntőjét. 6 éve a 6. helyen végzett a házigazda, 2 évvel ezelőtt pedig bajnoki címet ünnepelhetett az NKK Nyírsuli együttese. A két döntőben pályára lépők közül azóta már rengetegen bemutatkoztak az élvonalban, és többen is a felnőtt válogatott tagjai, így nyugodtan mondhatjuk, hogy a jövő klasszisait láthatják majd a döntő meccsére kilátogató érdeklődők. A finálé péntek délben a Falkó-Káczi Szedeák mérkőzéssel kezdődik, majd 14 órakor következik a Körment-Kaposvár találkozó, 16 órától a Nyírsuli Kosár Akadémia NKK Vasas Akadémia meccs folytatja a sort, amely a Debrecen Szolnok összecsapással zárul. A korábbi években megszokottól eltérő lebonyolítás szerint a győztesek az elődöntőbe jutnak, a vesztesek pedig az alsó ágon folytatják a küzdelmeket. A döntő esélyese a szezonban eddig veretlen Falkó-Káczi, míg a Sitko Ernő és Siska János által irányított házigazda célja az éremszerzés. Ehhez először a Vasas elleni találkozót kell sikerrel venniük Vargáiknak. A fővárosiakat a rájátszásban mindkétszer legyőzte a Nyírsuli Kosár Akadémia NKK, és természetesen ez a cél pénteken is. A hazaiak esélyeit növeli, hogy az elmúlt hetekben sérüléssel bajlódó kulcsember, Molnár Marcell már ott lehet a parketten a Vasas ellen. A pénteki napot követően szombaton ismét délben indul a napi program, vasárnap reggel 9-kor kezdődnek a helyosztók, a bronzéremlő döntő meccsen 13 órakor, a fináléban pedig 15 órakor dobják fel a labdát a játékvezetők.